olyan világban élünk, amivel az ember nem elégedett egyáltalán. Tehát miért nem vagyunk elégedettek? Mert ott, ahol az elnyomók kerülnek hatalomra, ott az emberek boldogtalanná válnak. Ez egy általános szabály. Tehát ott, ahol az emberek boldogtalanok, tehát nem boldogok, tehát nem boldogok, tehát nem is olyan kettő között, hanem szó szerint nem boldogok, ott jelen van az elnyomás. És azt mondjuk most, hogy ez az elnyomás közvetlen formában, vagy közvetett formában érkezik az emberek számára, ez most részletkérdés. A Földön minden ötödik ember antiszociális indítatású. És azoknak minden, abból minden ötödik kőkeményen antiszociális. Az antiszociális úgy viselkedik, úgy működik, hogy a saját túlélése érdekében elnyomja a környezetében lévő embereket. Van egy olyan kényszerképzete, hogy ő azt gondolja, hogyha az emberek boldogulnak, akkor ez az ő rovására megy. Tehát ha az emberek okosak, értelmesek, önállóak, akkor ez neki rossz. Jó? Tehát minden antiszociálisban van egy ilyen fajta gondolkodás.